Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök az előttünk álló órában a Hitkapuja című műsort hallhatják majd, szokás szerint Székely János püspök atyával és Kindelman Győzővel. Az elmúlt hetekben a szentségeket próbáltuk hitvédelmi szempontból megközelíteni, áttekinteni, átbeszélgetni, és az oltári szentségig jutottunk múlt hétfőn, mivel azonban ez egy nagyon szerte ágazó téma, nem jutottunk a kérdéseink, vagyis hát az én kérdéseim végére. Műsorunk első felében tehát folytatjuk a megkezdett témát, aztán majd át fogunk térni a betegek szentségére. Néhány nap múlva tartjuk az Úr szent testének és vérének ünnepét, vagyis az Úr napját. Mi ugyan vasárnap ünnepeljük, de eredetileg a Szent Háromság vasárnapot követő csütörtök volt az ünnep időpontja hosszú évszázadokon keresztül. Sok országban egyébként még most is ezen a napon tartják. Sőt, Németország, Ausztria, Brazília, Portugália, és még sorolhatnék jó néhány országot, ahol ez olyan fontos ünnepnek számít, hogy munkaszüneti napként tartják és ünneplik. Mindezt azért mondtam el, mert az egyház, ha jól tudom, egyedül eszentség esetében rendelt el egyedül főünnepet, tehát ez is rávilágít az eukarisztiának a fontosságára a katolikus hitünknek, a katolikus híveknek az életében. Az elmúlt alkalommal arról is beszélgettünk, hogy a protestáns testvérek nem hisznek abban, hogy az átváltoztatott ostya és bor Jézus valóságos teste és valóságos vére. Beszéltünk aztán ennek kapcsán Jézus szavairól, amelyeket többször megismételt és több helyen is, amely katolikus hitünket igazolja. De hogyha már szóba került az úrnapja ünnepe, hadd említsem meg az ünnepnek az egyik okát, amely szintén a szent kenyér és a bor valóságos vér és valóságos test tulajdonságát bizonyítja. A 13. században egy apáca, a későbbi szent Julianna, isteni sugallatra egy eukarisztikus ünnep létrehozását kérte a püspökétől, aki ennek nyomán egyházmegyei szinten, tehát kisebb szinten valóban létrehozott egy ilyen ünnepet, aztán később már a szent halála után, tehát Julia halála után egy zarándok pap Csehországból szentmisét tartott a bolzénai Szent Krisztina templomban, és az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e a kenyér és a bor. Amikor is aztán megtört ostjából vércsepp, amikor ez a kétség megszállta, a megtört ostjából vércseppek hullottak a korporálira, tehát az ostya abroszra, és a véres korporálit egy évvel később Orvietóba, egy olaszországi nagyon szép helységbe vitték, ahol éppen ott tartózkodott IV. Orbán pápa, aki aztán ennek nyomán, a csoda nyomán pápai bullában hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkös nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét. Nos, ezt csak azért mondtam el, hogy egy picit rávilágítsunk még egyszer az Úr szent testének és vérének a fontosságára a szentségi életben, és hát akkor a kis bevezető után térjünk rá az elmaradt kérdéseinkre. Püspök atya, az elmúlt alkalommal is szó esett már róla, de a bevezetőben is ugye utaltam rá, hogy az oltári szentség hitünk egyik legközpontibb titka. Ennek folyamánya, hogy az Úr testét és az Úr vérét nem veheti csak úgy akárki magához. Az egyház ennek megítélését elsősorban a szentáldozáshoz járuló hívőkre bízza, de és itt jön a kérdésem, hogy vannak-e olyan esetek, amikor a pap megtagadhatja az oltári szentségnek a kiszolgáltatását? Például, hogyha valakiről tudja esetleg, hogy súlyos vagy nyilvános bűnös, vagy egyáltalán milyen feltételeknek kell megfelelnünk, hogy magunkhoz vehessük az eukarisztiát? Mely bűnök azok, amelyek ezt meggátolják? Első áldozókorunkban ugyan hallottunk már erről gyermekkorunkban, de azért nem általán ezt feleleveníteni. Például van erről lista, vagy csak általános megfogalmazások léteznek? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hadd kezdjem a válaszomat onnan, hogy Boldog II. János Pál pápa nagyon gyakran, amikor a szentmiséről beszélt, akkor elmondta, hogy számára az egyik legmegrendítőbb mondata a szentmisének, az pontosan az áldozás előtti szavak, amelyeket mindannyian kiejtünk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ahol az ember újra és újra átéli, hogy bármennyire is igyekszik
az életét, a lelkét méltóvá tenni arra, hogy az Isten benne lakást vegyen, ez soha nem sikerül egészen. És nagyon fontos ezt tudnunk, hogy az eukarisztia nem csak a tökéletesek kenyere, azt Jézus ételül adta az embereknek. Talán azt is jó megemlítenünk, hogy az ősegyházban nagyon sokáig úgy éltek a keresztények, hogy akinek nagyon súlyos bűne nem volt, az teljes természetességgel áldozott egy életen át, anélkül, hogy a bűnbánat szentségében részesült volna. Tehát ezt is azért fontos látnunk, hogy nehogy az ellenkező végletbe essünk át, hogy Krisztus szeretettel jön, azért jön, hogy a botladozó és mindig is gyönge embert fölemelje és magához ölelje. Kiszent Teréznek is volt egy nagyon kedves gondolata ezzel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy sokszor áldozni megy, úgy érzi magát, mint egy gyerek, aki játszott, és néha el is esett, és a ruhája nem egészen makulátlanul tiszta. De tudja, hogy ahogy egy kisgyerek is, ha odafut az édesanyjához, az édesanyja átöleli, akkor is, hogyha a ruhája esetleg kicsit foltos. Ő is így van vele, tehát így megy Krisztus elé. Tehát az első gondolat ez lenne, amit fontos világosan látnunk, hogy az apró bűnök, amiket nyilván megbánunk a Szent Mise elején, nem akadályai az eukarisztia vételének. Krisztus szándéka pontosan az, hogy a gyönge botladozó embert is magához emelje és táplálja. Ugyanakkor nyilván az egyházban kezdettől fogva volt egy ilyen, egy nagyon világosan megfogalmazott tisztelet, és ha szabad így mondani, szigorúság is az eukarisztia kapcsán. Ezt legutóbbi alkalommal említettük, hogy már a Didakhé például az első század második felében keletkezett nagyon ősi írás. Azt mondja az eukarisztia kapcsán, hogy aki szent, az jöjjön, aki nem, az térjen meg. Tehát nagyon erősen megfogalmazódik ez. Szent Justinus szintén emlegeti, hogy csak az jöhet, aki megkeresztelkedett, aki a mi hitünket vallja, és aki a szerint is alakítja az életét. Tehát ez kezdettől fogva az ősegyházban megvolt, illetőleg arról is volt már szó, hogy az ősegyháznak egy meglepően szigorú bűnbánati fegyelme volt, tehát voltak olyan bűntípusok, amikor főleg hitehagyás, házasságtörés és gyilkosság esetén az illető keresztény kizárták az eukarisztia vételéből, amíg ő bűnbánatot nem tartott. Rátérve a gyakorlatra, tehát mit tehet a pap akkor, ha mondjuk ő tudja valahonnan, hogy egy illető súlyos bűnben él, vagy súlyos bűne lehet. Nagyon fontos tudni azt, hogy a papnak egy rendkívül szigorú kötelessége a gyónási titok megőrzése. És éppen ezért, ha mondjuk egy pap áldoztat, és ő a gyóntató székből tudja, hogy az illető embernek mondjuk súlyos bűne van, és ő mondjuk föl sem oldozta, azt nem teheti meg az egész templom előtt, hogy azt az embert elküldi. Tehát a gyónási titkot semmilyen módon nem fedheti föl, még utalással sem. Vagyis ilyen esetben köteles megáldoztatni, még akkor is, hogyha neki a meggyőződése az, hogy ez lehetetlen lenne, vagy az illető súlyos bűnben van. Vannak azonban olyan bűnök, amiket nem a gyóntató székből tud a pap, hanem teljesen nyilvánosak és botrányosak. És egy-két ilyen eset van, amikor a pap mégiscsak valamit tehet, sőt, talán köteles is tenni. Hadd mondjak erre egy példát, ami az Egyesült Államokban történt, nem is olyan régen, amikor az Egyesült Államok parlamentjében egy nagy vita volt az abortusz törvényről, és volt egy-két katolikus képviselő, aki egyáltalán nem állt ki az abortusz tilalma mellett, vagy az élet védelmében, sőt, ellentétesen nyilatkozott és szavazott, ami nagyon megbotránkoztatta az ottani katolikus közösséget és püspököket, és utána pedig egy nagy ünnepségen, büszkén, mint a területi képviselő jött volna a püspökhöz áldozni. És megtörtént nem egy alkalommal, hogy a püspök is nem áldoztatta meg. Mert azt mondta, hogy olyan nyíltan szembe megy a kereszténység az egyik legalapvetőbb
igazságával, törvényével, hogy az élet az Isten ajándéka, és ezt védeni kell. Tehát annyira nyilvánvaló a bűne mindenki előtt, hogy az lenne a botrány, ha megáldoztatnák, mert Krisztus pont az élet ura, az ő vele való egységünk az eukarisztia, tehát nem lehet mást képviselni és más mellett kiállni, és közben eljátszani azt, mintha én Krisztussal egy lennék. Ehhez az előzőhöz kapcsolódik a következő kérdésem, közbevetőleg azért hadd mondjam el, hogy nem csak én magam az agyamat pörgetve próbálom meg a műsorra készítve a kérdéseket kitalálni, hanem az adást megelőző héten kollégáimmal, ismerőseimmel szoktam beszélgetni, és bizony néha meghökkentő kérdéseket is föltesznek katolikus testvéreim, de akár egy-két protestáns is, és én ezeket próbálom itt megfogalmazván kicsit Püspök Atya elé tárni, és hát elképzelhető, hogy a kedves hallgatók is hallanak ebből új információkat. A kérdésem pedig így hangzik, hogy miért zárja ki az egyház az eukarisztia vételéből azokat az elváltakat és újraházasodottakat, tehát ugye itt a polgári jogról van természetesen csak szó, de hogy egyébként, akik egyébként úgy jó keresztényként, jó katolikusként élnek, mint mondjuk egy igazán jó, más tekintetben igazán jó katolikus. Tehát mit tanít az egyház arról, hogyha valaki mondjuk ilyen bűnben él, és mégis például, mert ilyenről is hallottam, elmegy áldozni, mert azt gondolja, hogy Krisztus ereje őt így akkor is betölti. És valóban ez nem légből kapott kérdés, több konkrét ilyen esetről is hallottam. Hadd kezdjem azzal, hogy egy nagyon nehéz és fájdalmas kérdés és téma ez nagyon sok keresztény számára. A Szentatya 16. Benedek pápa most a családoknak a világ találkozóján Milánóban külön kitért erre a témára, és azt mondta, hogy jelenkori egyházunknak egy nagy fájdalma ez az élethelyzet, ami sok keresztény ember életében ott van, hogy akár vétlenül a házassága szétesett, újabb házasságra lépett, és az eukarisztiában emiatt nem részesülhet. Az első és legfontosabb, amit itt is fontos világosan látnunk, hogy az egyház nem zárja ki, nem taszítja ki semmilyen módon a második házasságban élő keresztényeket, tehát ők is tagjai az egyházunknak, a papoknak nagyon fontos kötelessége, hogy feléjük is ugyanazzal a lelkipásztori szeretettel forduljanak, őket is hívja, várja az egyház a szentmisére is a közösségekben való részvételre, tehát egyáltalán nem szabad úgy fölfogni, mintha ők az egyházból bármilyen módon kiestek volna. Ugyanakkor a probléma, ami miatt ők nem részesülhetnek az eukarisztiában, az az, hogy egy olyan állapotban élnek, méghozzá életvitelszerűen, ami ellentmond a házasság fölbonthatatlanságának, a házasság szentsége méltóságának, és ő ezt nem tudja meggyónni és megbánni, ugyanis benne van egy második házasságban, tehát nem olyan az esete, mint egy másik bűnnél, mondjuk hazudott valaki, meggyónta, és akkor tud új életet kezdeni. Folyamatos jelenidő. Igen, tehát ő benne él sajnos egy ilyen második kapcsolatban, ami nem szentségi házasság. Nagyon fontos azt is ehhez hozzátenni, hogy amikor egy ilyen ember a szentmisén ott van, és látja, hogy a többi ember megy áldozni, ő pedig nem mehet, akkor egyrészt fontos arra gondolnia, hogy Jézus nem csak a szentségeken keresztül jön, hanem millió más módon. Tehát amikor a többiek áldoznak, én azt hiszem, hogy nagyon helyes, ha ő is magában arra gondol, és azt éli át, hogy Jézus hozzá is jön másfajta módon, nem a szentségi jelenlét által, de ugyanúgy a kegyelmével az ő lelkét is akarja táplálni és betölteni. Gyermekkoromban a nagymamámtól hallottam egy ilyen kifejezést, hogy lelki áldozás. Ez erre az esetre vonatkoztatható akkor? Igen, teljes mértékben, tehát a szentségi módon kívül is az Úr Jézus szeretete, kegyelme jelen van és tud gyógyítani és betölteni egy embert. Fontos talán arra is gondolni, hogy nem biztos, hogy az, aki mondjuk áldozni megy, az sokkal tökéletesebb és szentebb, mint ő. Tehát nem kell magát úgy érezni, hogy ő egy második kategóriás keresztény. Az egyháznak ez a törvénye, ami nyilván emberi törvény is, tehát nem teljesen azonos
az Úristennek az ítéletével, ha szabad így mondani. Mert az egyház szabja meg ezeket a törvényeket, a körülményeket, stb., hogy melyik házasságot például nyilvánítja utólagosan érvénytelennek, melyiket nem. Tehát ezek mind emberi döntések. Tehát fontos azt látni, hogy nem biztos, hogy aki áldozni megy, az nála sokkal szentebb, és ő sokkal bűnösebb volna. Az ő élete így alakult, lehet, hogy nem is csak ő, vagy nem is elsősorban ő a fő felelős abban például, hogy az első házassága tönkrement. És nem is szabad egy kalap alá vennünk. Ezt a Familiaris Consortio kifejezetten állítja a II. János Pál pápának a családról szóló enciklikája, hogy egyáltalán nem szabad egy kalap alá vennünk azt, aki lelketlenül, lelkiismeretlenül az első házasságát tönkretette, szétzúzta, és azt az embert, aki félig meddig, vagy nagy részben ártatlanul került egy ilyen állapotba. Kicsit más téma. Egyre többször hallhatunk arról, hogy, és hát ez is közvetlenül a szentáldozással függ össze, hogy vannak emberek, akik visszaélnek a zoltári szentség vételével, és ennek az egyik, hát talán remélem, hogy ritka, de többet emlegetett példája, hogy magukkal viszik a szent testet, és mondjuk illetéktelen személyeknek adják oda. Híradásokban, könyvekben olvashattunk olyanról, hogy sátánista szertartások számára adják oda, fekete miséknek a céljára. És a kérdésem az kicsit ehhez kapcsolódik, hogy mit tehet ilyenkor az egyház? Lehet, hogy blőd kérdésnek hangzik ez, de például a Krisztus testévé átváltoztatott kenyér, az mindig szent szín marad az átváltoztatás pillanatától fogva? Kicsit talán is itt megint mondom, laikusnak tűnik a kérdés, de direkt sarkítom ki, hogy ebben az esetben, ha a papnak mondjuk ilyen a tudomására jut, nem lehet-e az átváltoztatást mondjuk visszavonni, tehát dekonszekrálni, vagy nem tudom én, hogy fogalmazzak? Nagyon jó kérdések. Hadd térjek vissza még egy egész rövid gondolatig az előzőhöz. Elnézést kérek, csak kifutnak a gondolatok a fejemből. Talán egy olyan embernek, aki második házasságban él és nem áldozhat, az is egy nagyon fontos gondolat, hogy ő a házasság szentségének a tanúja ezzel a szenvedésével is. Az egyházunk a házasság szentségét nagyon sok módon próbálja védeni. Mert egy hatalmas értéknek tartjuk, illetőleg Krisztus alapította a szentségnek, amely felbonthatatlan. A protestáns egyházak esetében azt látjuk, hogy nincs ez a védelm, és például egy protestáns lelkész bárhányszor jön hozzá, nem tudom, egy illető férfi a harmadik feleséget hozza éppen, hogy azzal szeretne összeházasodni, elvileg a lelkész köteles templomban az áldását adni erre. Sok lelkész mondja, hogy néha gyomra kicsit forog, amikor egy ilyen élettörténetet lát, és egy ilyen házasság szédelgő embert. A katolikus egyház ezzel szemben próbálja védeni a házasságot, pontosan ilyen szentségi védelmekkel is, és azt mondja, hogy az eukarisztia az az egységnek a csúcsa, amikor Krisztussal egészen egy vagyok a gondolat, az érzéseimmel, az akaratommal is, az ő törvényei szerint akarok élni. Ez soha nem lehet eszköz, hanem a célja, a teljessége a keresztény életnek. Tehát ez csak akkor hiteles, csak akkor veheti valaki, hogyha az élete alapvetően Krisztussal harmóniában van. És ha valakinek nem így alakult az élete, akkor fölfoghatja ezt a fájdalmat úgyis, mint a házasság szentségéért tett szolgálatot, tanúságtételt. Tehát ő is ezzel a tettével, hogy nem áldozik, ezzel hirdeti azt, hogy a házasság szentsége egy hatalmas dolog, ami az ő életében sajnos nem valósult így meg, ezért bizonyos értelemben az ő élete nem tükrözi a teljes Krisztussal való harmóniát, egységet. Ezt a kis gondolatot még szerettem volna itt hozzáfűzni, és akkor áttérnénk erre a sajnos nagyon fájdalmas valóságra, az áldozások problémájára, illetőleg a Szentostyának az elvitelére. Ez sajnos talán kevesen tudják, de annyira aktuális probléma az áldoztató papnak,
hogy például Velencében, a Szent Márk Székesegyházban, ahova rengeteg turista járt be, a normál vasárnapi misén nem is áldoztatnak kint a templomban, mert annyira ellenőrizhetetlenné vált ez, hogy ki jön, az buddhista, vagy muzulmán, vagy mondjuk muzulmán esetében nem volt, hogy oda jön áldozni, de teljesen ateista, aki azt gondolja, hogy ez egy kedves gesztus a misén, a katolikusoknál ez a szokás, hogy mindenki oda jön és kap egy kis percet. Tehát fogalma sincs arról, hogy itt mi is történik. És annyira ellenőrizhetetlenné vált a pap számára, hogy most kit áldoztasson, kit nem, hogy úgy döntöttek, hogy nincs. A nagy vasárnapi miséken, amikor sok turista bejön, nincs áldoztatás. Hanem utána az egyik oldal kápolnában áldoznak, akik ezt tudják. Tehát akik oda tartoznak az ottani Szent Márk Székesegyházhoz, azok tudják, hogy misa után be lehet menni, és lehet áldozni. Tehát ez egy fájdalmas és szomorú valóság. Talán azt is hadd tegyem hozzá, hogy jó emlékeznünk arra, hogy az őskeresztények idejében az, hogy ki vehetett részt egyáltalán az eukarisztián, ezt nagyon is ellenőrizték. Volt ilyen funkció is, hogy ajtón álló osztiárius, akinek ez volt a feladata, hogy megkérdezte, hogy ki vagy, honnan jöttél, melyik közösségből, ha nem ismerte az illetőt, tehát nem akárki volt ott, és ez elő se fordulhatott, hogy olyan ment volna áldozni, akinek az eukarisztiához nincsen köze. Nekem magamnak is egyébként, tehát nem kell arra gondolni, hogy egy ritka eset sajnos megtörténik, nem feltétlenül rossz szándékból, hogy valaki odajön, tartja a kezét, nem tudja, hogy mit kell mondani, aztán elviszi, beteszi a zsebébe, vagy az imakönyvbe, és úgy kell utána futni, hogy akkor jön rá az ember. Igen. Eset? Sajnos nem is egy. Tehát egyre gyakoribb, hogy valaki ünnepségre, stb. Eljön, látja, hogy a többiek jönnek, gondolja, ez így illik, és akkor ő is jön. Kézbeáldoztatás az nem lehet ennek az egyik, hogy mondjam, rizikófaktora? Nyilvánvalóan sokkal kockázatosabb maga ez, hogy valaki elviszi. Tehát ha nyelvre áldoztatunk, akkor ilyen nincs. Persze azt nem védi ki ez se, hogy valaki teljesen tudatlanul jöjjön. Az érdemi kérdéshez, hogy hozzászóljak, hogy a színek alatt Krisztusnak a jelenléte mindaddig megmarad, amíg ezek a szentségi színek megvannak. Tehát amíg a kenyér, addig az Krisztus teste. És ez azt jelenti, tehát nem visszavonható semmilyen módon az átváltoztatás, akinek esetleg ilyen gondolata lett volna. Ez talán egy kicsikét furcsa a számunkra, hogy emiatt Krisztus egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe jut az eukarisztiában. De talán jó arra gondolnunk, hogy ezt megértsük, hogy ugyanezt tette a kereszten, illetve amikor megtestesült. Tehát Isten önmagát sebezhetővé teszi, odaadja a kezünkbe, és meg tudjuk őt sérteni. Ahogyan ez 2000 éve történt, ez azóta is ugyanúgy meg tud ismétlődni. Szent Pál apostol egyébként erre utal az első korintusi levélben, amikor mondja, hogy vigyázzon, vizsgálja meg magát mindenki, mielőtt a kenyérből eszik és a kehelyből iszik, mert aki méltatlanul eszi az Úr testét, az Úr teste és vére ellenvét. Tehát nyilvánvalóan ez egy objektív jelenlét, és még akkor is, ha valaki bűnös rossz szándékkal megy, akkor is Krisztus az, akivel ő találkozik, és aki ellenvét. Természetesen a szentségi találkozás az csak akkor jön létre, az egyesülés, ami az eukarisztiának a kegyelmi valósága, ha valaki hittel igent mond. Tehát Krisztusnak a szeretete, az önajándékozása akkor lesz annak az embernek az élete részévé, vagy akkor lesz egy boldogító találkozás, hogyha ő erre igent mond, amit az ámen szavunk is kifejez, a hiszem, elfogadom, úgy van szó az áldozásban. A régi teológia úgy mondta, hogy a szentség akkor tud hatni, ha az ember nem állít akadályt, obexet, akadályt a kegyelem útjába. Tehát ha valaki teljesen hitetlenül, teljesen elutasítva Krisztust lép oda, akkor Krisztus testét veszi magához, objektíven ott van Krisztus, de nem jön létre az egyesülés az ember és az Isten között. Tehát a kegyelmi hatása ilyen módon nem valósul meg a szentségnek.
Gyerekkoromban egy vidékies, falusias környezetben nőttem föl, ahol nagyon furcsa szokások uralkodtak, és ott történt meg most, ahogy beszéltél, Püspök atya, eszembe jutott. Egy nénike odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő nem babonás. Ő kidobta már a mindenféle csodatévő dolgokat a szobájából, ezek különböző, nem tudom, mik lehettek pontosan, lehet, hogy ilyen népies babonás dolgok. Azt mondja, hogy viszont egyet csinált, elvitt magával, és őriz a szobájában egy szentostját, mert ennek csodatevő ereje van, és ez mindentől meg fogja őt óvni. Először is ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan, és nagyon határozottan meg kell mondani, hogy abszolút tilos, és ellenkezik az egyházunk szellemével, az eukarisztiai iránti tiszteletünkkel. Az eukarisztiát szent helyen kell őrizni, tehát templomban vagy kápolnában, ahol ezt a tiszteletet meg tudjuk, a biztonságos védelmet meg tudjuk adni, és nem egy otthonban, ahol mindenféle dolgok történnek, bejön egy ember, fogalma sincs, hogy ott eukarisztia van. Tehát ritka kivételes esetektől eltekintve, mondjuk egyházüldözés, stb., amikor voltak ilyen esetek, például, hogy valaki elvitte az eukarisztiát hosszú útra, nem tudom, heteken át, egy másik is, mert vannak ilyen szép történetek, és ezeknek megvan a maguk helye, de normál esetben ez teljes mértékben tilos, és az eukarisztia iránti tisztelettel ellenkezik. Hozzátenném azt is, hogy az eukarisztia nem egy mágikus eszköz, hanem egy személy, Jézus Krisztus, aki magát ételül akarta adni, tehát nem egy ilyen csodaszerként őrizni, hanem ételül akarja magát adni. Azért őrizzük a tabernákulumban egyrészt, hogy imádjuk, tehát átéljük az eukarisztia eseményét mélyebben, hosszabb ideig, illetőleg főként azért, hogy betegeknek, vagy olyanoknak, akik nem tudtak a szentmisén részt venni, nekik elvigyük